C-durban a fokok, sima C-durban, tehát hármas hangatokban nézve, első fokon, ugye szabály, durban 1-4-5 az mindig dur, a 2-3-6 mindig moll, és a hetedik pedig szűk hármas. Na most így eljátszom. C-dur, D-moll, E-moll, F-dur, G-dur, A-moll, H szűk hármas, és C-dur. A. 1-4-3-2. Most eljátszom ezt most más hangnemben is. G-durban vagyunk, egy kereszt előjegyzés, akkor 1-4-5 dur, 2-3-6 mol, és a hetedik pedig szűkített hármas. Na akkor G-dur, C-dur, D-dur, az dur. Oké? Okay. 2-3-6 A-mol, H-mol, E-mol. A-mol, H-mol, E-mol, az mol. És a szűkített hármas pedig itt lesz fönt a fisznél. És G-dur. Jó, akkor nézzük meg, hogy G-dur, A-mol, H-mol, C-dur, D-dur, E-mol, és a szűk hármas. És G-dur. Akár. Első fok, harmadik fok, második fok, ötödik fok. Első fok, negyedik fok, ötödik fok, második fok, és tovább lehet játszani bármit. Oké, ez egy példa volt erre. Jó.